Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornában, én Petra vagyok, már se tudom normálisan kimondani. Én Petra vagyok, ez pedig a Perfect Genetics Challenge-nek a 22. része, hogyha minden igaz. És mindenki tök jól van, aminek örülök, és hups, ezt itt elfelejtettem eltüntetni. Na mindegy, úgyhogy hát most érkezett el az a pillanat, hogy szeretnék csinálni egy ilyen családi bulikát. Úgyhogy, hogy is kell? Tehát az a helyzet, hogy én még soha az életemben, jó, de csináltam már, de nem igazán vagyok ebben annyira profi. Úgyhogy, hogyha valamit bénázok, vagy nem tudom, akkor ne haragudjatok, érte? Tényleg nem sokszor csináltam még ilyet. De gondolom kell kaja. Na, először is, milyen partit szeretnénk? Tehát van táncparti, fekete-fehér, inkognitó, ilyen kosztümparti, ez szerintem pont a mi házunknál lett fényképezve. Jé, na mindegy, házi parti, szerintem az lesz, szülinapi, spooky, toddler play, vini roast, dinner, wedding, dinner, na, mi kell ehhez, talán ez kéne. Bár nincsen ilyen semmink, ilyen bárunk, de nem baj. Ez jó lesz, tehát házi buli. Ki a host? Abigail lesz a host, és itt vannak a vendégek. Kály amúgy is itt van, tehát a családot hívjuk meg, és ők itt a család. Szóval ennyi embert fogunk meghívni. Abigail tud főzni, úgyhogy ez nem probléma. Tehát itt legyen, vagy itt legyen, itt nálunk legyen, és oké. Okay. Ez már el is kezdődött, várjál, még nem is főztem semmit. Na jó, csináljunk akkor gyorsan valamit. Azt hittem, hogy erre egy picikét várni kell, vagy be lehet állítani, hogy mikor kezdődjön, de nem. Itt is vannak már néhányan, itt van Sebastian és Finn, úgyhogy, hát nem tudom. Talán, hogyha vele csináljuk, várjunk, Kédennel kéne ezt csinálni. Mit csináljunk? Tehát nem tudom, hogy a hosttal kell az interakciókat beírni, vagy elég a többiekkel. Próbáljuk ki szerintem ezt a tell jokes-ot, és akkor mondjunk valami viccet. Vagy nem is tudom, hogy kéne csinálni. Na, hát szerintem Abigail-lel kell. És ezt, hát ki kéne dobni ezeket a kajákat, na várj. Jó, hogyha már itt van Jody, akkor vele csináljunk valamit, meséljünk viccet. Szerintem ezt Abigail-lel kell csinálni, de legalább megismerkedik Kaden a többiekkel is. Szóval akkor ismerkedjünk meg Juliettel is, és mindenki mással is. Kéne vennünk egy magnót, hogy tudjanak táncolni, úgyhogy veszek gyorsan egy magnót, és aztán azzal a lendülettel el is fogom adni, mert én nagyon nem szeretem a magnókat, tehát én engem nagyon idegesít, ide lerakok egyet, és ezt bekapcsolhatjuk, mondjuk vele. Hallgassunk mondjuk Nudiscót. Nudiscó, jó van. Ez aztán tök jó. Beszélgessünk a mindenféléről. Tortát kell enni, úgyhogy csináljunk egy tortát Kyle-lal. Úristen, hát ez nem lesz meg, ugye tudjátok, szóval, hogy ez így nekem nem. Ez nem lesz jó. Ez nagyon nem lesz jó. Oh. Jézusom, ez nagyon nagy fail. Oké, okay, ez nem sikerült, ez nem volt jó.
Na mindegy, az volt a célunk, hogy Kaden megismerje az összes testvérét, és szerintem sikerült is neki. Finn, Juliet, Sebastian, Jodie-t még nem ismeri, úgyhogy Jodie-t még, amíg itt van, addig bemutatkozunk neki barátságosan. Hát, én mondtam, hogy ezekben így annyira nem vagyok jó, úgyhogy... Úgyhogy hát ez ennyi volt, sajnálom, majd igyekszek egy kicsit jobban. De hát hogy tudtam volna azt az összeset így teljesíteni egyben, így egyszerre. Figyeljetek, én közben így azt nézem, hogy elérte a kreativitás max szintjét Bella. Úgyhogy, igen, elérte, úgyhogy felesleges igazából tovább ezzel tökölődnünk, úgyhogy ezt befejezés utána átpártol erre a kis kémiai dologra. Ejha, anyám, durva vagy. Úgyhogy igazából ezt el is adhatjuk, és vehetünk egy másik ilyet. Mondjuk ezt nem tudom, tudjuk átváltoztatni. Szóval ez csak ilyen ronda zöld színben van. Na mindegy. Úgyhogy most kettő van. És ketten tudnak majd ezzel foglalatoskodni. Kaden-nek pisilnie kell, úgyhogy gyorsan menjen pisilni, és utána szerintem nem kell már lefeküdnie, bár hajnali egy van. De nem kell lefeküdnie, hanem... Ó, már tud többféle emotion potion. Ez nagyon viccesen hangzik. Csináljunk egy emotion potion-t, meg egy health potion-t, és utána folytassa tovább ennek a dolognak a tanulását. Úgy találtam ki, hogy most gyorsan rámennek iskolába a gyerekek, tehát úgy találtam ki, hogy amint eléri Kaden a mentálnak a 10-es szintjét, szerintem a motort fogom fejleszteni. Nem tudom. Tényleg nem tudom, hogy melyiket fejleszem, vagy lehet, hogy ezt a... Vagy lehet, hogy a social-t, mert az följebb van. Nem tudom. Még kitalálom, de most minden esetre dolgozzanak keményen, és hát az van, hogy szegény Bella egy kicsit szarul megy iskolába, de hát nem baj. Nem baj. Ilyen is kell, amikor nincs annyira jó kedve. Oké, amikor hazajönnek a gyerekek a suliból, szerintem Bellának rögtön le kéne feküdnie aludni. Nem is tudtam, hogy Kaden is ilyen szarul van. Ki ez? Mi a franc? Neked ez az ágyad. Ott aludjál. Ez meg a te ágyad. Ó, van náluk egy school project. Ez az. Hát ezt nagyon vártam. Nem, amúgy nem. Ez megint össze van törve, hát nem hiszem el. Na, nézzük azt a school projectet. Az egyiket letesszük ide. A másikat pedig ide, valahova, ide bizony. És akkor ez Belláé, ez pedig Kaden-é. Oké, Bella kész van a házival, most elkezdi az extra házit, és utána pedig hát szórakoznia kéne egy kicsikét, úgyhogy ezzel szórakozzunk egy picikét, és utána majd talán folytathatjuk azt a kis iskolai projektet, és közben kedves Kédnünk is fölkelt, az csak megnyitja, meg bengelőli, hogy ez az övé, és akkor most megitatom vele ezt a health potion-t, és arra gondoltam, hogy megírtad? Befejezted? Szerintem igen. És arra gondoltam, hogy csinálok egy párat majd a jövőre nézve. Úgy nagyon kell pisilnie szegény Bellának, azt nem figyeltem. Úgyhogy menjen pisilni, és utána folytassa ezt a dolgot. Tehát csinálunk sok-sok health potion-t, és akkor nem kell olyan sokat enni majd. Nem tudom, hogy mennyi ideig fog az kitartani, de szerintem ez egy nem rossz ötlet. Az Emotion Potion szerintem pedig most ki fogjuk próbálni. Abigailen. Kíváncsi vagyok, hogy ez mit is jelent az, hogy... Na! Remélem, hogy ez valami nyugtató potion lesz. Hú, egy kicsikét ducika vagy. Abigail, azta. Milyen nagy feneked van, te jó ég! Na, nézzük meg, hogy mi ez az Emotion Potion, mi történik. Hát ez egy rosszul sikerült emotion potion volt.
És hogy igazából nem történt semmi. Na mindegy. És kéne menni már iskolába, úgyhogy gyerekek, legyetek szívesek menni iskolába. Ebivel pedig, hát nem is tudom, arra gondoltam, elmehetnénk horgászni, de nem tudom. Menjünk el horgászni. Talán kikapcsolja egy kicsit az agyát, és nem fogja annyiszor összetörni azt a hülye izét, ugye? Azt a micsodát. Mi az? Hogy megnézett a postás? Szóval azt a babaházat. Kinyögtem végre. Ügyes vagyok. Nagyon szép a szeme egyébként, valami új szemszíneket töltöttem le, és most tökre megváltozott a szeme. És ugyanúgy lila, viszont nagyon szép, nézzétek, ugye? Szerintem is nagyon szép. Na mindegy. A szósolya egy kicsit lent van. Ebbe tudunk fürdeni? Persze, hogy nem tudunk fürdeni, pedig tök király lenne. Szóval a szósolya egy kicsit lent van, úgyhogy menjünk föl, és vigyük egy kicsit följebb. Miért van sapka? A tanulók, mindketten. Szuper, 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 szuper! Ja! Akkor csináljunk most health potion-t. Először egyet, és azt megisszük szuk drága Kaden-nel, és utána majd, attól még, hogy as tanulók, ugye mindkettőjük as, attól még meg kéne csinálni ezeket a házi feladatos cuccokat. Szóval ezt igya meg. És egy kicsikét még ezen szórakozhat. Ú, bár pisilnie is kell. Úgyhogy először menjen pisilni, ha rá tudok kattintani, úgy, és utána pedig gyakoroljon, vagy hát dolgozzon ezen a kis valamin, és utána ezt csinálja tovább. Bella pedig alszik, de normálisan aludjál, légy szíves. Annyira fura ennek az ágynak a textúrája, ezt észre se vettem, olyan fényes, mintha csillogna. Hát fénylik. Látjátok? Tök fura. Na mindegy. Nem baj. Nem baj, nem baj, nem annyira. Ennyi. Esküszöm, hogy ezt a nőt, ezt nem tudom, hogy mit fogok vele csinálni, de egyszer úgy meg fogom verni, hogy valami hihetetlen. Na, szolgáljunk fel valami kaját, mondjuk legyen butternut gnocchi. Gnocchi, nem tudom, hogy micsoda az. De Kédennek már fölment a szórakozása, és most az izéje van lent a szósolja, úgyhogy segítsünk neki, és talán akkor fölmegy egy kicsit a szósolja. De így miért nem megy föl a szósolja, amikor ketten dolgoznak ezen az egészen? Nem is értem. Na mindegy. Bella használja ezt a valamit, úgy kb. Most. És egyen egy kis kaját, és utána ő viszont megcsinálhatná a házit. Rendben, készen van. És beszélgessünk egy nagyon, nagyon minimálisan. Az anyukájával, hogy egy kicsikét fölmenjen a szósölje. Na és Bella készen is lett a házival, meg ezzel a kis akármivel. Betettem az eszköztárába, ő is egy kis kastélyt készített, és most ő dolgozik ezen a kis cuccon, és Caden pedig neki föl kéne kelnie, és kéne csinálnia a házit, mert ő nem csinálta meg amúgy a házit. És azt nézem, hogy összekevertem a kettőt. Bella és Kaden. Kaden. Még gyorsan megcsinálja Kaden ezt az extra házit, és utána elmegy ő is suliba. Úgyhogy gyorsan siessen, siessen! Menj! Futásháziba. Mármint, hogy nem, iskolába. Oskolába kell futni gyorsan. És megint széjjel törte azt a szerencsétlen kastélyt.
No, a gyerekek hazaértek az iskolából, és she's one of the top students at Landgrab Elementary. Keep up the good work. Szóval igen, ő az egyik legjobb tanuló a suliban, és hogy tartsa meg ezt a jó dolgot. És Kaden is. Hűha, mi van itt? Menjünk aludni gyorsan, inkább először Bellával, és csináljuk meg Kaden-nel a házit. Kaden bosszus. Ah, nem szereti a sulit. Ah, nagyon nem szereti. Na nem baj. Én megcsinálja most a házit, aztán megcsinálja az extra házit, és utána pedig szeretnék csinálni health potion-t, hogy ne kelljen a kajával cseszekedni. Gyorsan még Kaden befejezi a házit, és megcsinálja azokat a health potion-öket. Néhányat, kettőt biztosan, mondjuk csináljon 4, 5, 6, 6-ot. Jó, a 6 az oké. Okay. Jaj, bocsánat a pittyegésért, de írnak, és nem kapcsoltam ki, és kicsit messzebb van a telefon, és most nincs kedvem elmenni érte. Szóval, hol is tartottam? Várjatok, elfelejtettem. Úristen! Felment a mental. Yeah, teljesen. Te jó ég. Ezt nem hiszem el, de jó. Ügyes gyerek. Szóval csinálgatja a health potion-öket, egyet odaadok Bellának, hogy amikor föl kell, vagyis most meg tudja inni, és rögtön el tudja majd kezdeni a házi feladatot. És csinálgatja, jó. És szerintem akkor veszek egy ilyen létrát, vagy mi a francot, hogy hívják azt, amin tudja fejleszteni ezt a motor skilljét, de vár, itt van a logika is. Lehet, hogy a logikát kéne fejleszteni, azon gondolkodok. Igen, a logikát kéne szerintem fejleszteni, mert nyilván, hogyha esetleg egyszer tudós lesz, akkor nem a testedzésre kéne koncentrálni, bár nem tudom igazából. Fogalmam sincs, de erre alapozok mindent, hogy a szintiszta logikámra, hogy nyilván nem az kéne. De nem is biztos, hogy a logika kell, de mindegy. Veszünk egy ilyen logika, egy ilyen sakk micsodát, nem tudom mi ez. És lerakjuk, mondjuk, hova rakjuk? Hát ide, mindegy, ide a közepére. Mindenek a közepére. Veszünk hozzá székeket, és ezen fog majd most ezek után gyakorolni, miután elkészítette a sok health potion-t, és megitta azt a health potion-t, és elment WC-re, utána ezen fog játszani, és Bella teljesen jól van, azt nézem, hogy ő nem csinálta még meg a házat, úgyhogy gyorsan megcsinálja. És szerintem ez egy tökéletes végszó ennek a videónak a végére. Jaj, nézzétek, ott a Freeze Bunny, azt hiszem az a neve. Szóval köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a részben is, és remélem, hogy velem tartotok a következőben is. Sziasztok!